Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 14. adásában. Libók Barbara vagyok. Mai műsorunkban szót ejtünk a zsámboki élelmiszerlavina pályázatról. Továbbá képet kaphatnak a térségi polgárőrök munkájáról. És a Kartalon megnyílt kuckó sóbarlang szolgáltatásairól. Tartsanak velünk! Zsámbok település az idén első ízben nyerte el az élelmiszerlavina pályázatot, melyet a települések részére hirdettek meg. Ennek kapcsán érkezett ma a stúdiónkban Holló Ilona, Zsámbok polgármester asszonya. Szeretettel köszöntöm Önt nálunk. Ilona, hagyd kérdezzem meg, hogy miről szólt tulajdonképpen ez a pályázati program, illetve hogyan jött a lehetőség, hogy Önök is pályáznak az élelmiszerlavina pályázatra? A Magyar Élelmiszerbank Egyesület a Szingenta Kft-vel egy olyan pályázatot írt ki, amiben évek óta már olyan nagy sikerrel vesznek részt az önkormányzatok, és a program arra irányul, hogy a településeken a rászoruló családokat vetőmaggal támogassák, és olyan helyzetbe hozzák a családokat, hogy a vetőmagon keresztül saját maguk megtermelt zöldséggel megismerhessék a zöldségtermesztés kultúráját. Mi úgy gondoltuk, hogy a településen is nagyon sok olyan család van, aki nem ismeri még ezeket a hagyományokat, rászoruló családok is, és valamivel mi is hozzájuthatunk, hozzájuttathatjuk őket, hogy az életkörülményeiket javítsuk. Illetve hát nem egyébként ezen kívül is az is egy fontos lehetőség, hogy a lecsótak egyszeréből hagyományőrzéshez ugye szintén a növénytermesztés, a zöldség, gyümölcstermesztés nem árt, hogyha megmarad a mostani generációkban is. De ugye milyen feltételeknek is kellett megfelelni a pályázat benyújtásához? A Magyar Élelmiszerbank Egyesület, ahogyan említettem, megtalálva ezt a Szingenta Kft. Szervezetet, biztosította az önkormányzatok részére még év elején az alábbi zöldségmagokat, paradicsom, paprika, burgonya, saláta, cukkini, káposzta és karfiol. Hát ezek mellé, a zöldségmagok mellé még biztosítottak permetezőszert, és januárban ez a pályázati kérés megjelent, és március körül volt az eredményhirdetés, amikor Magyarországon 14 település részesülhetett abban a szerencsében, hogy így mondjam, hogy elnyerhette ezt a támogatást. Nagyon sok pályázó volt. Az elmúlt évben 9 pályázó részesült ebbe a támogatásba, de mivel olyan sikeres volt ez a projekt, így kibővítették a 14 pályázattal. Aminek meg kellett felelni elsősorban az, hogy nagy mennyiségű önkormányzati területtel kellett rendelkezni, ahol a családokat, a munkanélkülieket be tudtunk vonni a munkába, és az általuk megtermelt zöldségből önmaguk is részesedtek, illetve még a rászorulóknak szétoszthattuk ezeket az adományokat. Tehát alapvetően területre volt szükség, és hát a másik cél pedig az volt a munkanélküliek foglalkoztatása mellett, hogy civil szervezeteket és egyéb közösségi embereket is próbáljunk bevonni, akik bármilyen szakértelemmel, szaktudással segíthetik a program megvalósítását. Tehát akkor, ha jól értem, akkor a munkanélküli réteg volt az, aki megművelte ezeket a kikelő növényeket, egészen ugye az ültetéstől kezdve a végtermékig önkormányzati földeken, és ugye a civil szervezetek támogatói, illetve képviselői hogyan tudtak ebben részt venni? Tehát ők voltak azok, akik a szakértelmet adták a munkanélküli rétegnek, vagy pedig még tárgyi eszközzel is hozzájárultak ez a dologhoz? Civil szervezetek, vagy gazdálkodó szervezetek, itt, ha megemlíthetek neveket, mert nagyon nagy segítségünkre volt a helyi termelőszövetkezet, a Lamersz Kft., azon kívül a vadásztársaság nagy segítséget nyújtott, a mezőgazdasági boltból egy alpolgármester úr, Lapó István, és említhetem még Jermi Istvánt is, és aki a
kollégákkal, illetve a munkanélküliekkel, hogy így mondjam, foglalkozott. Bajnóci István volt a munkavezetőjük, és próbálta összefogni az irányítást, de az említett szervezetek, gazdálkodó szervek, a föld előkészítést, a szántást végezték, a boronálást, a szelektív KFT-ről nem szabad elfeledkezni, mert nekünk a komposztálásban nagyon sokat segített, és hát ennek a technikáját is megmutatta a zöldségtermesztők részére. Tehát elég sok embert vontunk be ebbe a projektbe, akik ténylegesen tevékenykedtek, azt gondolom, egy 10 munkanélküli, akik részt vettek már a terület előkészítésében, a magok elültetésében, azután a gyommentesítésben, a végül pedig a termés összegyűjtésében, a és adományosztásban pedig végül ők is részesültek, és ezt az ő révükön keresztül ki is tudtuk bővíteni. Ki volt az, aki a polgármesteri hivatal részéről képviselte magát a programban? Nagy szerencsénkre egy kolléga Németh Attilának köszönhetem meg ezt a munkát, mert ő egyben a szociális ügyek előadója is, de az alapképzettségét nézve kertész. Hogy a szakmai tanácsot az alpolgármester úr mellett ők biztosították, ők határozták meg az ültetési távolságot, milyen időközönként kell permetezni, milyen zöldséget ültethetünk egymás mellé. Milyen ritmusban zajlott ez a munkavégzés? Meg volt egy meghatározott napi időintervallum, vagy pedig mindig az időjárás és a termés alakulásának függvényében? A termés alakulásának függvényében áprilisban volt ez a pályázati szerződés megkötése, és azt hiszem, hogy május végén, júniusban volt az első időszak, amikor az első termést szüretelhettük, vagy leszettük, ez a cukkini volt. És a nyár nagyon meleg volt, nagyon sok probléma volt, nem tudtunk locsolni, hát azért ez nem esett sok csapadék, és igazán locsolni kellett, akkor minden nap kellett dolgozni a területen, de a gyommentesítése részén azt hiszem minden nap ténykedni kellett, pár órában mindig volt valaki, és amikor pedig a zöldséget kellett leszedni, hát van, amikor egy időszakban jött, és egy hónapon keresztül ezzel foglalkoztunk. Mindegyik termés kikelt egyébként, tehát sikeres volt, ilyen szempontból meg lehetett oldani. Mi az, amelyik mondjuk kimagasló eredményt hozott, melyik volt ez a termés? A burgonya 1300 kiló fölüli mennyiség termett. Nem mindegyik vetőmag kelt ki, problémáink voltak a paradicsommal, nem kelt ki a saláta, és azért azt gondolom, ezt megfelelően igazoltuk a szárazság miatt a élelmiszerbank, illetve a Szingenta Kft. Fele, és más településeken is ugyanezzel a problémával küzdködtek a pályázatban résztvevők, de a saját lehetőségeinkből, illetve a faluból felajánlottak ezeknek a zöldségeknek a pótlására palántát, már paradicsom palántát, vagy csemege kukorica magot, amit az önkormányzat egyrészt megvásárolt, vagy utányos áron jutottunk hozzá, és ezzel kiegészítettük a zöldség. Ezt a kiesett termést, igen. És hát azért ennek köszönhetően, hogy az önkormányzat is hozzátette a maga zöldség palántáját, mennyiségét, azért nem csak a munkanélküliek, vagy nem csak a rászoruló családok, hanem a közétkeztetésben és az óvodában, iskolában részesedhettek igaz a rászoruló gyerekek, mert a hátrányos helyzetű gyerekeknek tudtunk csemege kukoricát adni, vagy egy-egy salátát. Hogyan történt maga a szétosztás? Tehát meg volt határozva, hogy minden termésből mindenkinek, ugye a program keretében, vagy pedig mindenki választhatott, hogy melyik az, ami neki szimpatikusabb, amire szüksége van, hogyan zajlott ez a rész? Volt olyan, hogy meghirdettük az osztást, volt olyan alkalom, amikor más élelmiszer, tartós élelmiszer osztással egy időben történt, aki szeretett volna, elvitte. Főleg olyan családokat részesítettünk előnyben, ahol több gyerek van, főleg a burgonyánál. Itt 4-5 gyerekes családoknak adtunk, és
Azt hiszem, hogy mindenki örömmel vitte a mennyiséget, a nagyobb mennyiséget hozom. Polgármester asszony, miért tartja fontosnak azt, hogy egy ilyen programban részt vett Zsámbok község, és hogy lehetőséget biztosított ezáltal több rétegnek is a községben? Nagyon fontosnak tartottam azért, mert sajnálatos módon elég sok az olyan ember, aki rászoruló. Ez nagyon hosszú időbe telne elmagyarázni, hogy saját hibájukból, nem saját hibájukból ismerik-e a zöldségtermesztésnek a kultúráját, a zöldségtermesztésnek a szabályait. Nagyon sok az olyan betelepülő a faluba, akik a városból kerültek ki, és nem ismerik ezeket a szokásokat, nem műveltek kertet, nem tudják, hogy mi a paprika termesztésnek a szabálya, és egyrészt azzal, hogy ezt a nehéz időszakot, amiben az utóbbi időben került nagyon sok család, próbáltuk áthidalni ezzel az adományosztással, és hát nem elsősorban azzal, hogy próbáljuk őket arra ösztönözni, hogy miért is fontos a kert használata, hogy hogyan kell megnövelni egy paradicsomot, hogyan kell elültetni a krumplit. Azt hiszem, hogy ezzel nevelő hatást és nevelő célzattal is próbáltuk ezt a programot indítani, és nem utolsó sorban a közétkeztetésben, hogy fel tudjuk használni. Ez egy nagyon jó dolog. Tehát nem csak a kész terméket kapták meg itt a rászorulók, hanem magát a tudást, amihez kapcsolódott, ami ezzel járt, és ezáltal ugye egy jövőkép, egy pozitív jövőkép is kialakulhatott bennük, tehát egy reménysugár, hogy lehet ezt így is csinálni. Igen, bízunk ebben, hogy a megfelelő technikához hozzá segítettük őket, és a jövőben megindul Zsámbokon intenzívebben az a zöldséggazdálkodás, vagy zöldségtermesztés, amire a zsámboki emberek büszkék. Sajnos egyre kevesebben foglalkoznak már paprika termesztéssel, vagy paradicsom termesztéssel, de újra örömmel vesszük azt, hogy vannak olyan ide költözők, akik a biogazdálkodás fortéjait szeretnék megismertetni az itt élőkkel, és próbálnak egy olyan gazdaságot kialakítani, amiben több munkanélkülét is próbálnak bevonni. Tervezik-e, polgármester asszony, hogy a jövő évben is megpályázzák ezt a lehetőséget, vagy valami hasonlót? Mindenképpen úgy gondolom, hogy ez idejében megfelelő tapasztalatokhoz jutottunk, és sajnálatos módon mindig lesznek olyan családok, akiknek szükségük lesz erre a megtermelt mennyiségre, és hát nagyon sok az olyan ember, aki a fővárosból ide költözve még mindig rászorul arra, hogy elsajátítsa a zöldségtermesztés szabályait, az nem egyik napról a másikra történik, tehát ehhez egy kis időt kell adni magunknak, arra is, hogy az emberek még jobban boldoguljanak, és felismerjék azt, hogy miért fontos az ingatlanokon a kert jelenléte, megléte. A föld használata. De hát hál' Istennek vannak ilyen lehetőségek, pályázatok. Bízunk benne, hogy egyre több, és én gratulálok a mostani év sikereihez. Hasonló jó sikereket kívánok. Köszönöm a következő évekre is. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Sóbarlang és egészségcentrum nyílt térségünkben Kartalon. Ennek az apropóján kerestük meg és hívtuk meg mai műsorunkba a Sóbarlang vezetőjét, Ruszkainé Bodai Juliannát. Szeretettel köszöntöm Önt, Julianna. Szeretném megkérdezni, hogy milyen meggondolásból jött az ötlet, hogy itt a térségben sóbarlangot működtessenek? Az egyik az volt, hogy szerettem volna végre azt csinálni, amit igazán szeretek, és engem mindig érdekeltek a természetes gyógymódok, és olvastam erről a dologról is, és nagyon érdekelt, és valahogy jött az ötlet, hogy akkor ez lenne a fő profilunk. Először csak egy álom volt sokáig, és a végén csak sikerült megvalósítani egy líder pályázat segítségével, meg a férjem segítségével, mert a fizikai dolgokban nagyon sokat segített ő is. Álmodni könnyű, de megvalósítani nehezebb. Úgyhogy családi segítséggel
hoztuk létre, vagy családi összefogással ezt a sóbarlangot. A lányomnak is nagyon sokat köszönhetek, mert a reklámmal kapcsolatos dolgokat ő intézte. Kivette részét a marketing tevékenységből. Igen, sőt, szinte az egészet a vállára vette a kisgyerek mellett. Nagyon sokat hallunk napjainkban arról, hogy a sóterápia ilyen és olyan fontosságú gyógymódként jelenik meg. Milyen hatásai vannak ennek a sóterápiának, illetve kiknek ajánlott ez a gyógymód? A sóterápia szinte mindenkinek ajánlott, mert sok dolgot meg lehet vele előzni, immunrendszer erősítő, de azért elsősorban a légzőszervi betegeknek ajánlják, ezek közül is az allergiások, asztmások, akik legjobban rászorulnak erre a dologra, de a krónikus légzőszervi betegeknek, kórusoknak, akik gyakran náthás, az arcüreggyulladással küszködőknek nagyon jó hatású. A só hatása egyrészt azon alapszik, hogy nagyon jó fertőtlenítő, megöli a baktériumokat, tehát egy nagyon tiszta levegőt produkál az a tér, ahol a só van. A másik pedig anionokat bocsát ki, negatív ionokat, és köztudott, hogy az életterünkben főleg a pozitív ionok vannak túlsúlyban, amik megbetegítik az embert. Gondoljunk itt az elektroszmogra. Úgyhogy egy sóbarlangban például nagyon jól lehet relaxálni is. Ez pont az ellenkező hatást váltja ki akkor, mint amit ugye a mindennapokban az ember. Úgyhogy hozzánk mobiltelefonokat nem szabad behozni, azok kint maradnak egy órácskára, és az elektroszmog kedvezőtlen hatását a só közömbösíti. Azon kívül a nedvességet magába gyűjti, tehát utána könnyebben kiköhögik a betegek a váladékot. Igen, úgyhogy váladékoldó hatása van. És hát akkor már itt elmondtam tulajdonképpen, hogy az idegrendszeri problémákra is jó, nagyon jó stresszoldó hatása van. Fényterápiával ötvöztük a sóterápiát. És hogyan működik ez a fényterápia? Tehát itt különböző színekkel van, igen, ez a barlang megvilágítva? Körbe különböző színű lámpák van, vagyis minden lámpa különböző színeket tud produkálni, és ezek a színek változtathatók, vagy ha valaki egy színt szeretne, vagy egy ilyen színkombinációt meg lehet állítani a színeket, és akkor az ő számára kedvező színek közt küldögél. Akkor, ha jól értem, minden színnek más hatása van tulajdonképpen, igen, a szervezetre? Igen, ez tulajdonképpen összefügg a csakrákkal, és a hétfő csakra különböző színek, a csakrának különböző színei vannak, uh-huh, és kinek melyikre van szüksége, azt meg is érzi, és azt a színt választja magának. És mellette szól a zene is négy hangszóróból, általában relax zenét szoktunk betenni, de ha kisgyerekesek jönnek, akkor kis kaláka, vagy nekik való zene. Hát a felnőttek, ők inkább relaxálnak, tényleg a kicsik meg nagyon élvezik, hogy homokozhatnak, vannak. Somokozhatnak, igen, ugye? Ha jól olvastam, igen, a sztorolapon. Somokozhatnak, mert csináltunk egy kis sódombot, amit lehet szanaszét szórni, építeni, várat építenek, van dömper, markoló, különböző formák, úgyhogy elég jól el vannak a gyerekek, még azok is, akik először idegenkednek, és nehezen jönnek be. Most is van nálunk egy kis fiú, aki alig akart bejönni, és mikor eljöttem, már olyan jól érezte magát. Hogy elmenni nem akart, utána. Mennyi ez egy időintervallum egyébként, amit ajánlatos eltölteni a barlangban? Végül is ennek káros hatása nincs, úgyhogy bármennyit el lehet tölteni, de a turnusok úgy alakulnak, hogy 45 perces, mert egy-egy turnus után még szellőztetni kell, egy kicsit rendbe rakni a terepet, és akkor utána jöhet a következő. Hány ember tud egy turnusban egyszerre bent lenni? Kényelmesen olyan 6 ember tud lenni. Gyerekek többen is, mert ők nem ülnek a relax fotelben, hanem somokoznak. Igen. És hogy el ne felejtsem, a mi sóbarlangunknak nagy előnye, amiért nagyon hálás vagyok dr. Szimkati Adlainnak, aki ezt a franchise rendszert megalapította,
alapította, és ő csinálta nekünk a sóballangot. Szóval az, hogy van egy melegíthető sópadunk, amin tengeri só van, és ott is lehet lefeküdni, és előtte egy 2x2 méteres rész szintén melegíthető, ami a gyerekeknél különösen fontos, mert ők szeretnek leülni a sóba, ők nem a fotelban, mi csörögnek, mint mondtam, és ott akkor a meleg sóban jobban érzik magukat. És akkor ez a meleg só tulajdonképpen az izmokra is hatással van, hogy igen, el lehet feküdni? Még a másik előnye azon kívül, hogy a gyerekek ugye itt jobban szeretnek lenni, az, hogy az ízületekre, reumás betegségekre, sőt bőrbetegségekre, ekcímára is ajánlják, és akkor a felnőtt is beleülhet a sóba, és így gyógyul. Azon kívül urológiai, nőgyógyászati betegségekre is jó a meleg só. És ugye, ha már itt az ízületeknél és bőrbetegségeknél tartunk, akkor meg kell említenünk, hogy ugye nem csak sóterápiáról beszélhetünk itt, hanem egy egész jó kis egészségcentrum működik önöknél. Itt ugye milyen szolgáltatások tartoznak bele ebbe az egészségcentrumba? Hát igen, szerettünk volna több lábon állni, és valahogy jött ez a magnetermágnes terápia, ami nagyon jól kiegészíti a sóballangos kezelést. A mágnes terápia egy elég ősi terápia. Rájöttek már régen a kínaiak, hogy a mágneses hatás, igaz, akkor még nem ilyen elektromágnes volt, jót tesz az embereknek, és most már egyre több mágneses készülék van. A miénk egy magyar fejlesztésű készülék, ami nagyon sok mindent tud. Különböző betegségekre különböző programjaink vannak. Nekünk egyelőre 21 programunk van, de ezeknek a száma szinte végtelen. És ez a hatása orvosilag igazolt. Debreceni Orvostudomány Egyetemen és a Szikszói Kórházban nagyon jó eredményeket értek el ezzel, nagyon szeretik a betegek. Ennek a lényege az, hogy van egy mágneses matrac, meg van egy készülék, ami a mágneses frekvenciát előállítja, és CD lejátszón megy a program, hogy mi, az adott betegségre milyen mágneses frekvencia menjen. Tulajdonképpen minden szervnek, megvan egészséges szervnek egy bizonyos rezgése. És akkor ezt az egészséges rezgést visszük át a beteg szervre, és ezáltal gyógyul. Milyen betegségek azok, amit így kiemelne? Tehát, hogyha a térségben valaki szeretne idejönni önökhöz, akkor mi az, ami elsősorban itt közelhető? Ezekben a kórházakban például főként a mozgásszervi betegeknél próbálták ki, de asztma, allergia, tehát jól összekapcsolható. Van arcüveggyulladásra programunk, szív- és érrendszeri prevenció, tulajdonképpen szinte minden betegségre, autoimmun betegségekre is van. Olyan nekünk még nincsen, de szeretnénk majd olyat is. A szklerózis multiplextől kezdve, tehát emésztőrendszerre. Tehát nagyon sok részű akkor igen, ez a dolog. Igen, és ki lehet egészíteni végül is a két dolgot. Egyik a másik hatását felerősítheti. És ezen kívül van önöknél egy úgynevezett chi gép, ami szintén ugye egy ilyen energetikai térrel működik. Ez hogyan is néz ki? Hát ez tulajdonképpen a chi az életerőt jelent. A kínaiak használják ezt a kifejezést főleg, az életenergiát, és ez a gép segít egy kicsit ezt az életenergiát felerősíteni az emberben. Egy fáradt nap után, ha egy negyed órányit használja ezt a gépet, akkor frissebb lesz. Nagyon jó hatással van a vízszérre, meg a gerincre. Aki ülő munkát végez, és hazamegy, és nem tud mozogni eleget, mert nincs rá ideje, akkor ez egy negyed órás csígépezés fölér egy másfél órás sétával. Azért azt mondom, hogy aki teheti, inkább sétáljon. De ha nem teheti, akkor töltődjön a csígéppel. Igen, igen. Vagy akár egy masszázzsal, mert ugye azok is vannak önöknél. Egyelőre hetente kétszer van masszázs nálunk, de szeretnénk majd ezt továbbfejleszteni. Egyelőre hagyományos egészségügyi masszázs van, hátmasszázs, teljes testmasszázs, és cellulitis masszázs,
ami egyelőre a repertoárunkban van, de szeretnénk ezt bővíteni, keressük a masszőrt, aki mást is tud, vagyis hát vannak ismerőseink, akik tudnak mást is, csak folyamatban van a tárgyalás, mert például egy thai masszázs eléggé közkedvelt napjainkban, úgyhogy szeretnénk, ha... Bevezetni ezt az új szolgáltást is. Igen. Érthető. Hol lehet megtalálni az önök egészségközpontját, hogyha valaki érdeklődik, és szeretne gyógyulni, töltődni? Kartal Bartók Béla utca 14-ben a családi házunk pincéjét alakítottuk át. Ez Aszót felől, ha jövünk, akkor a második busz megállónál jobbra, de a szórólapjainkon ez szépen rajta van. Van egy honlapunk is, amin részletesebben lehet tájékozódni a szolgáltatásainkról, és azon az elérhetőségeink is rajta vannak egy kis térképen, meg lehet nézni, hogy hol vagyunk elérhetők, és bejelentkezés szükséges a szolgáltatásokra, mert a turnusok azért mindig pontosan indulnak, és nem lehet úgy, hogy valaki beül, és akkor a másik. Persze. Érthető. Milyen elérhetőségen, telefonszámon tudnak jelentkezni az érdeklődők? Van egy vezetékes számunk, az 28-437-770, és egy mobil szám, ami 36-41-42-53. Valamelyiken szinte éjjel-nappal el lehet bennünket érni. Az a baj, hogy lent a Sóballangban, vagyis az egészségcentrumban nincs térerő, úgyhogy a... Ami nem is annyira nagy baj. Igen, végül is egészségügyi szempontból nem. Úgyhogy kiszoktam tenni a telefont egy kicsit kijebb, és akkor, ha meghallom, akkor a mobilon is el lehet érni, de egyébként meg a vezetékesen elérhetők vagyunk. Nagy szeretettel várunk minden gyógyulni vágyót, és mindenkit, aki törődik az egészségével, és esetleg szeretné megelőzni a betegségeit, mert immunerősítő programjaink is vannak, a mágnesen is, meg a só is egy nagyon jó immunerősítő, és ha valaki még az allergia szezon előtt eljön hozzánk, akkor ezek a tünetek kevésbé jönnek elő, vagy esetleg elő se jönnek. Köszönjük szépen, Julianna, hogy tájékoztatott minket a lehetőségekről, és buzdítjuk kedves nézőinket, hogy az allergia szezon küszöbén minél többször látogassanak el a Sóbarlangba és az egészségcentrumra. Töltődjenek, és érezzék jól magukat. Köszönjük. Én is köszönöm a lehetőséget. Vendégem a stúdióban Nagy Károly, a Pest megyei Polgárőr Szövetség elnöke. Szeretettel köszöntöm Önt. Nagy Károllyal a polgárőrség kialakulásáról és tevékenységéről beszélgetünk. Szeretném megkérdezni Öntől, Károly, hogy hogyan és mikor alakult ki a Pest megyei Polgárőr Szövetség? Igen, egy kicsit vissza kellene térnünk a történelemben, a rendszerváltozás időszakára, hiszen ekkor alakultak az első polgárőr szervezetek. Az oka, amiért létrejöttek, az volt, hogy a rendszerváltozást megelőző bűncselekmények száma az országban, de a megyénkben és Pest megyében duplán növekedtek. Én akkor főkapitány helyettesként dolgoztam Pest megyében, ennek részese voltam a bűncselekmények mennyiségének és a növekedésének, és valójában ezt a mennyiségre nem volt felkészülve a rendőrség, nem tudtuk kezelni ezt a mennyiségű bűncselekményt, probléma volt. A lakosok ezt jelezték, nehezen élték át, és ekkor a jobb érzésű emberekből önszerveződés alapján létrejöttek egyesületek különböző célokkal, majd később különböző nevekkel, és egy-két év múlva gyakorlatilag rátaláltak a polgárőrség fogalmra, mint névre. Milyen létszámot számlál a Pest megyei Polgárőr Szövetség? Hogyan oszlanak meg a tagok, a polgárőrök? Igen. A Pest megyei Polgárőrség Szövetségének jelenleg 8000 fős a létszáma, 8100 fő, 164 egyesületben van szerveződve. A történelmisége során kialakulásában három nagy szakasz lehet megkülönböztetni. 2000-ig volt az első szakasz, akkor gyakorlatilag 32 egyesület működött a megyénkben, egy olyan 2300 fővel. 2000 főtől elkezdett növekedni a létszám, most jelenleg 164 egyesületünk van, és több mint 8000 fővel működik. Annyit tudni kell, hogy az egyesületek önállók és szuverének, az egyesületi törvény alapján jöttek létre, a bírósági bejegyzéssel vannak törvényesítve, a saját településükön működnek. Most már az egyesületeket két törvény is védi,
gyakorlatilag a 2006-ban és 2010-ben most, a múlt évben polgárőrségről szóló törvény helyezte a polgárőrséget megfelelő helyre, és a lakosság előtt megmutatja, jelzi azt, hogy hol van a civil szervezetnek a helye. Milyen feladatokat látnak el ezek a polgárőrségek, esetleg milyen prevenciós szereppel működnek? Igen. Amikor a polgárőrség megalakult, a célja egy szűk sávban mozgott. Gyakorlatilag a nagyszámú bűncselekmények megelőzése volt a cél, ezért egyfajta járőrszolgálattal, területfigyeléssel, rendezvények biztosításával, a rendőrséggel közösen és önállóan látták a dolgokat. Ez a későbbiek során, ez a alapfeladat megmaradt, ehhez egy csomó dolog rárakodott a későbbiek folyamán, és ma már szinte mindent csinálunk, ami a lakosság szubjektív biztonságérzetét, baleset megelőzését, bűnmegelőzését elősegíti. Tehát ha kicsit bővíteném, akkor az mondanám, humanitárius dolgoktól kezdve az iskolai drogprogramban, iskolai nevelésben, iskolai baleset megelőzésben, sőt ma már óvodai és bölcsődei programokban is részt veszünk gyerekeknek a nevelésébe, közlekedési nevelésére. Ezekben is részt veszünk, időskorúakkal foglalkozunk, gyakorlatilag rendezvényeket biztosítunk, falunapokat, rengeteg programunk van, amit ellátunk, projekteket vezetünk, úgyhogy, és mindent, úgy tudtam mondani, hogy minden olyan helyre betörünk, ahol még fehér folt van, és ahol lehetőségeink vannak, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét javíthassuk. Károly említette a bűncselekményeket. Mi történik abban az esetben, hogyha bekövetkezik egy bűncselekmény, mondjuk a lakosság esetlegesen a rendőrségen kívül a polgárőrséget is tudja erről értesíteni? Mi a teendő? Ez nagyon kétesélyes dolog. A alapvető dolog az volna a rendőrséget értesíteni a lakosság, de mivel 20 éve már működnek egyesületeink, és ezért a lakosság ismeri a polgárőröket a településeken, hiszen közülük származnak, közülük vannak, ismertek a telefonszámok, elérhetőségi számok, ezért nagyon gyakori az, hogy az elsőlegesen a bejelentés a polgárőrségekhez érkezik. Polgárőrségek telefonja, polgárőrségek ügyelete érkezik, és természetesen a polgárőrök ilyenkor kivonulnak a helyszínre. Az együttműködési megállapodások alapján azonnal értesítik a rendőri szervet, és amíg a rendőri szerv ki nem érkezik a helyszínre, addig, ha olyan cselekményről van szó, akkor a polgárőrségek biztosítják a helyszínt, biztosítják azt, hogy a nyomok a bűncselekménynek vagy balesetnek a nyomai úgy maradjanak, hogy azt értékelni és feldolgozni lehessen. Majd amikor a rendőrség érkezik, ezt átadják a rendőrségnek, és utána már rendőrség segítőjeiként maradnak a helyszínen mindaddig, amíg szükség van rájuk. Mi történik abban az esetben, hogyha valaki a lakosok közül polgárőrként szeretne tevékenykedni? Milyen folyamata van ennek, milyen feltételeknek kell megfelelnie? Igen. 2010-es polgárőr törvény egyértelműen kimondja, hogy a Magyarországon polgárőrlet az büntetlen előéletű és nagykorú és magyar állampolgár. Tehát ezek az alapfeltételek. Ha valaki polgárőr szeretne lenni, akkor meg kell keresni a települési lévő polgáregyesület vezetését, elnökét vagy a elnökségnek a vezetésének tagjait, jelentkezni kell, és ott kvázi van egy próbaidő, úgy nevezzük mi ezt. Ez változó egyesetenként 3 hónap, fél év, és utána teljes jogú polgárőrként vehet részt a munkába, amennyiben neki is megtetszett a polgárőrség a próbaidő alatt, illetve az egyesület tagságának, mert a tagság veszi fel a új tagot polgárőrnek, megfelel az új tag személye etikai normáknak, előírásoknak, megfelel, akkor veszi fel teljes jogú taggá is, vehet részt a munkában. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy a Pest megyei Polgárőr Szövetség elnökeként mit üzenne a működő polgárőrségek tagjainak? Hát itt a kistérségben lévő egyesületekről beszélnek először. Hát én megköszönném azt, amit végeztek ki, mert munkát a lakosok bizonyára tudják, hogy az Európai Uniós Elnökség kihelyezett értekezetét volt fél éven keresztül Gödöllőn. Ehhez a rendőrségnek nagyon komoly munkája volt ebben, a rendőrség kérte a polgárőrséget, hogy segítsen ebben a munkában, és ebből a térségből is több egyesület részt vett ebben a tevékenységben. Ez volt egyik kiemelt dolog, ezt nagyon megköszönném. A másik pedig most fejezett be a Hungaroringnek a futama,
Ebben a feladatban szintén kiemelt feladatot láttak el itteni egyesületeknek a kollégái is, ezt is megköszönném részükre. Tehát ez a elmúlt időszakra. A jövőre nézve ismertek az általános falataink, hiszen most jönnek majd a falunapok, születi rendezvények, most jönnek majd a halottak napjával kapcsolatos megemlékezések, jönnek az évvégi ünnepek, ezzel kapcsolatos bevásárlási, mondhatnám láz, idézőjelbe teszem ezt a fogalmat, és ilyenkor a polgárőrségnek a feladata a rendőrség közösen kiemelt és fogadott, hiszen a vagyonvédelmet ilyenkor erősíteni kell, közlekedés biztonságát erősíteni kell, segíteni kell. Hát erre kérem a polgári kollégáimat, hogy ebben, ahogy eddig, most is vegyenek részt. És mit üzenne azoknak a lakosoknak, akik ugyan nem polgárőrök, de hogyan tudják a munkát segíteni, hogyan tudják támogatni ezt a tevékenységet? Igen, hát az egy dolog az, hogy én arra kérném a lakosságot, hogy bármilyen problémájuk van, bizalommal forduljanak a polgárőr kollégákhoz. Ma már a polgárőr kollégák átestek egy alap- és felsőfokú képzésen. Nagyon sok olyan ismerettel rendelkeznek, amelyel az általános átlag átlagpolgár nem rendelkezik, főleg állami igazgatási területen, rendőrség, bűnügyi informatika területen. Ezekben tudunk segíteni a lakosoknak. Tehát bátran forduljanak a polgárőr kollégák felé, és hát én a lakosságot arra kérném, hogy legyenek polgárőrök, segítsék a munkánkat, úgyhogy továbbá arra kérem, hogy lehet támogatni a polgárőrséget. Tudni kell azt, hogy a polgárőrség a tevékenységét ingyen, idézelteszem, és bérmentve végzi. Saját szabadidejét felhasználva, sokszor a saját költségeit családjától távol végzi. Lehet támogatni anyagilag is, és erkölcsileg is a polgárőrséget. Erre kérem a lakosokat. Milyen elérhetőségen kereshetik fel a Pest megyei Polgárőr Szövetséget? Az Országos Polgárőr Szövetség honlapján megtalálta a Pest megyei Polgárőr Szövetségnek a teljes elérhetősége, most ezeket nem mondanám, ma már mindenki hozzáférhet ehhez, és megtalálhatja úgy ott bennünket is, de meg lehet találni itteni az egyes számú régiónak a vezetését is meg lehet találni, aki Aszódon van a székhelyük, úgyhogy is onnan segítik a régiót, és itt a településeken szintén meg lehet találni minden egyesület, tehát hiszen ismertek a telefonszámaik. A képernyőn láthatják kedves nézőink az Országos Szövetség elérhetőségét, és buzdítom önöket, hogy jelentkezzenek polgárőrnek, ha pedig mégsem, akkor dolgozzanak együtt a polgárőrökkel. Köszönjük, hogy vendégeink voltak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Önök a Port a 14. adását látták. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Várom önöket új témákkal a jövő héten is. Viszontlátásra!